4 éve egy jogszabály értelmében a bizonyos feltételeknek megfelelő házi orvosok címzetes főorvosi elismerésben részesülnek. Sok település önkormányzat a saját ünnepséget is szervez ennek alkalmából, azonban ezt nem mindenki teheti meg. Ezért felkarolta a kezdeményezést a Magyar Orvosi Kamara területi szervezete, a feltételek pedig ugyanazok. Legalább 20 éven keresztül házi orvosként, házi gyermekorvosként, vagy fogorvosként, alapellátó fogorvosként kell tevékenykedni ahhoz, hogy erre a címre a jogszabály révén jogosultá váljon az ember. A legtöbb házi orvosnak fontos visszaigazolás ez az elismerés, egy megerősítés, hogy valóban jól végzik azt a tevékenységet, amely nem csak munka számukra, hanem hivatás és szerelem. 1974 óta dolgozom az egészségügyben, 45 éve. Hát ez egy nagyon szép megemlékezés ez az emléklappal, hogy 45 évet ledolgoztam ebbe a szakmába, ebbe a hivatásba, és hál' Istennek, amíg bírom, fogom is csinálni tovább, mivel hogy szeretem. A házi orvosoknak sokszor hirtelen kell döntéseket egyedül meghozniuk, nincs idejük és lehetőségük osztályos megbeszélésekre, laborvizsgálatokra. Ezért minden lehetséges módon fontos kiemelni és megbecsülni a munkájukat. Örömmel hallgattam most orvosokkal beszélgetve azt, hogy egyre többen választják, számszerűsíthetően is többen választják a házi orvosi hivatást. Ebben benne van anyagi megbecsültség is, tehát ez nőtt az elmúlt években, de sajnos vannak olyan körzetek, ahol a házi orvosi praxis közösség jelentheti a megoldást. Aprófalvas települések nem bír el egy-egy település nyilvánvalóan egy házi orvosi praxist, és hogy ki tudják venni a szabadságukat, hogy családi életet tudjanak élni az orvosok, ezért a nagyon komoly újítás és segítség a praxis közösségetől sokat várnak a jelenlévő házi orvosok, hogy ez megoldja ezt az évtizedek óta kínzó házi orvosi hiányt, ami a megyére is jellemző egyébként. A címzetes főorvosi emléklapra 88 házi orvos tartott igényt, a legtöbbjük át is tudta venni az elismerést.